Mától vetítik a mozik a Seres Zoltán és ifjabb Vinyánszky Attila főszereplésével Köbli Norbert forgatókönyvéből Tősér Ádám rendezésében készült Blokád című filmet, amely a 95. Oscar versenyen a nemzetközi film kategóriában hazánkat képviseli. Mielőtt az alkotókkal beszélgetnénk, nézzünk meg belőle egy rövid részletet. A kelleténél többet fogyasztunk. Az előző kormánytól tartalékot nem örököltünk, csak adósságot. A Szovjetunió nem szállít benzint, az öbölválság hatására duplájára nőttek a világpiaci árak, ezért energiagazdálkodásunkban vészhelyzet állt elő. Politikai ellenfeleink azzal vádolnak minket, most az SZDSZ-ről beszél? Hogy rossz a viszonyunk keleti szomszédunkkal, ezért nem kapunk olajat, megnyugtatásukra. Közlöm, hogy az elmúlt napokban Csehszlovákia se kapott, és Lengyelország se kapott olajat a Szovjetuniótól. Ez most pártpropaganda? Nincs más megoldás. A miniszterelnök beszédet intéz a nemzethez. A Blokád alkotói elsőként vállalkoztak arra, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország első nagy horderejű válságából, a taxis blokádból kiindulva feldolgozzák Antall József életét és küzdelmét a demokráciáért. Köszöntjük a Libretto stúdiójában Tóth Ildikó Prima Primissima és Jászai Mari díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt, Gáspár Tibor Jászai Mari díjas színművészt, érdemes művészt, és Lajos Tamást, a film producerét. Jó estét, szervusztok! Szervusztok! Jó estét! Már megvolt a film sajtó bemutatója. Milyenek voltak a visszajelzések, milyen volt a fogadtatás, és kicsit kinézek oldalra is Gábor felé, hiszen igen, ez a kérdés ez rád is vonatkozik most. Igen, mert büszke. Jó volt, mert én is benne vagyok, viszont titeket kérdezlek. Színészként, ha megengedett Tamás, színészként milyen szembesülni, nyilván nem ez az első, de milyen szembesülni egy egész, magával az egész munkával, hiszen mi részei vagyunk egy filmnek, és nem látjuk soha egészben. Azt kaptátok, amit vártatok, vagy amit szerettetek volna? És aztán mondjátok majd azt is, hogy milyen volt a fogadtatás. Hát ugye, mivel kicsi részeként voltam én ebben a történetben. Ugye Antall József feleséget. Igen. Tehát a film egészére még ebben a pici apró munkanapokban sem volt még egy ilyen belső ráérzésem, vagy rátekintésem sem, mert ugye annyira rövid ideig tart ilyenkor a fölvétel, hogy mire az ember belejön, addigra vége is van. De a forgatókönyvet természetesen olvastam, és én nagyszerűnek tartottam a forgatókönyvet, és most a filmet látva azt gondolom, ami sokunknak ugye mániánk lehet, vagy nagyon fontos, hogy egy jó, igazi jó forgatókönyv nélkül kisebb esélye van annak, hogy természetesen jó film szülessen. És hát én nagyon drukkoltam a forgatókönyv olvasása után, meg nyilván a saját történetemnek is drukkoltam, de azt hiszem, hogy egy nagyszerű munka lett belőle. Tibor? Film készült belőle. Igen, hát ugye nem titok, én kicsit kérettem magam, amikor fölkértek a szerepre. Castingot azt nem követtek el rajtam, hanem személyesen telefonon hívtak föl. És én kérettem magam, mert nagyon-nagyon féltem a Göncz Árpád megformálásától, hiszen azért most már eltelt azóta 30 év, tudjuk, látjuk, hogy mi volt akkor. Én átéltem személyesen, akkor a Nemzeti Színház tagja voltam, az a rövid idő, amit Budapesten töltöttem, mint színész, és én akkor én sem láttam tisztán, hogy mi folyik itt. Senki nem tudta még, mindenki tanultuk a demokráciát, az utcán én is örjöntem, hogy mi ez, de ugyanakkor otthon, a testvéremmel átbeszélve a családdal, bor mellett, hát beláttuk, hogy ez így van, mert különben az ország tönkre megy, ezt meg kell lépni. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor azt mondom, hogy én okosabb lettem a film által, sokkal jobban mögé láttam a forgatókönyv elolvasása után, és el is vállaltam a szerepet, és hát nagyon boldog vagyok, hogy végül is az egy felelősség egy államférfit eljátszani, hiszen ez megmarad a filmszalagon, hogy most klasszikusat mondjak, és hát ezt majd nézni fogják később is. Nagyon remélem, hogy azzal együtt, így ők ketten együtt hitelesek Antall Józseffel a magyar történelemben, hiszen ugye erről beszéltünk már, hogy Antall József egy kicsit olyan komor, barna, mogorva ember volt, hozzá képest egy művész, író ember volt Göncz Árpád. Ez a filmben el is hangzik, hogy tanár, igen, és író. ennek a játékos ember volt, tehát ő sokkal játékosod, viccelt, tehát ő egy másik ember, tehát én nekem ez egy nagyon komoly kihívás volt, de miután elvállaltam egy munkaebéd után, amit az íróval és Seres Zolival 3-asban költöttünk el, akkor utána már nagyobb kedvel és bizalommal fordultam a film felé. Mit szóltak az emberek hozzá? Igen, ez lett volna... Messze várakozáson felül sikerült a díszbemutató. Ez a Toldi Gimnáziumban volt a díszbemutató, 200 diák volt jelen, plusz a meghívottak, összesen 600-an voltunk 430 helyre. Ugyan még a földön is. Igen, hogy abszolút, hogy Antall József ott tanított. Egyébként... És diákján is volt egyébként, ha jól tudom. A diák, szerintem nem, tehát nem oda járt, én szerintem ott tanított. Egyébként a film története alatt 56-ban még az 5-ös gimnáziumban tanított, és csak 56 után került át a Toldiba, és ott tiltották el végleg a tanítástól. De ezzel együtt ugye Antallokán mentünk a Toldiba, és a Toldinak a tornatermében volt a díszbemutató, 600-an voltunk, mondom, a csilláron is lógtak. Fiatalok, diákok, nagyon-nagyon pozitív volt a visszajelzés és a visszhangja a filmnek. Azt kell mondjam, hogy messze várakozáson felül is. Mit emeltek ki? Tulajdonképpen a színészi játék nyűgözte le őket, egyik oldalról, másik oldalról pedig a filmnek a tempója. A gyerekek tulajdonképpen végig meretten bámulták a vásznat. Egy másodpercig nem csüggett a figyelem, nem volt beszélgetés, nem volt sugdozózás, tátott szájjal nézték a filmet. Tehát az más generáció vagyunk már, vagy legalábbis mi a saját gyerekeinktől, és ők nyilván sokkal rendületesebb, sodróbb amerikai vagy nyugati filmeket néznek, és ez, ha ez jó szó, vagy hogyha ez hízelgés, akkor eznek tökéletesen megfelel. Mind a mellett véleményem szerint, amit a Tibor mondott, hogy hát azért egy igen nagy edukációs sztori is van benne, az, hogy vajon emlékszünk-e rá, mi, így idősebbek? Hogy? És hogy emlékeztek, nem? Mert és jól emlékszünk. Ja, és jól emlékszünk-e rá, és ők pedig, nekik meg muszáj tudniuk valamilyen szinten minimum erről az időszakról. Hát egyrészt edukációs feladata is van a filmnek, másrészt azért ez egy nagyon komoly tartozása a filmgyártásnak, a magyar filmgyártásnak, hogy a rendszerváltásról vagy a rendszerváltás környékéről semmilyen film eddig nem született. Mármint dramatikus alkotás nem született. Ez az első, ebből őszintén mondom, én presztízs kérdést csináltam, hogy én csinálhassam az első ilyen filmet. Sok-sok éven keresztül gondolkodtunk a Köbli Norbi forgatókönyvíróval, hogy mi legyen ez, és ő hozta az ötletet, hogy akkor ez legyen Antall József, és az Antall József kapcsán a Blokádról, a Taxis Blokádról csináljunk filmet, teli találat volt az ötlet. Hallgassuk meg akkor a főszereplő gondolatait. Mert ugye a 24 éves Antall Józsefet tipja Vinyánszky Attila, míg 58 évesényét Seres Zoltán alakítja. Ő sajnos színházi elfoglaltságai miatt nem tudott már eljönni hozzánk, de kérésünkre örömmel megosztott velünk néhány gondolatot a filmről és a szerepről. Ez következik most. Én valakinek segítettem. Tehát a rendező, operatőr eljöttek, hogy próbafelvételt csináljanak vele. Én éppen ott voltam. És akkor egyszer csak azt mondták, hogy oké, mi gondoltunk a Seresre, de máshogy, de egyáltalán nem így, de nézzük. Így emlékszik vissza Seres Zoltán a Blokád című film előkészületeire, ahol Tősér Ádám rendező végül őt találta a legalkalmasabbnak Antall József egykori miniszterelnök szerepére. A felkészülésre mindössze másfél hónap állt a színművész rendelkezésére, amelynek különféle alappillérei voltak. Tulajdonképpen 3 dolog az Oskó Judit könyve, ami az Antall halálának a 20. évfordulójára jelent meg, ez egy interjúgyűjtemény. Nagyon fontos volt Kónya Ibrével a beszélgetés, mert ott már egyel beljebb lehetett kerülni, egyrészt az ő személyes, magánemberi elköteleződése az Antall felé, másrészt hát ugye az akkori politikai életben ő volt a jobb keze, egyik fontos segítője, és a fiával, a nagyobbik fiával és találkoztam az Antall Györgyel. Abból a beszélgetésből derült ki például, hogy milyen csodálatos humora volt az Antallnak, ami egyébként soha nem derült ki róla, szédületes humora volt. A történelmi krimi ezeket az árnyalatokat is keresi Antall József portréjának megalkotásakor, miközben olyan emberi helyzeteket tár fel a rendszerváltás körüli események sodrában, mint a volt miniszterelnök betegségének részletei. Amiket én gondoltam róla, és ahogy gondolkodtam róla, én elutasítottam őt, hogy amikor a Kútvölgyi kórházba bementek, hogy majd melyik kórterem lesz az övé, akkor ő ragaszkodott egy kórteremhez. Ő nem mondta meg, hogy miért. Nem mondták, ez egy kicsi, ez egy luk. Ragaszkodott hozzá, és kiderült, hogy az apja ott halt meg. És nekem ez például egy döntő fordulat volt. Mindenre fölkészült. És azt mondta, ha valami történik, most nem szó szerint, mert azt nem gondolom, hogy tervezte, hogy meghal, vagy ebbe belegondol. A következményekbe biztosan. És akkor azt mondta, hogy de akkor már itt, ebben a szobában. Ha bármi van, itt van az apám bele. Seres Zoltán színművész a Libretto stábjával azt is megosztotta, milyen fontos üzenetet fogalmaz meg a Blokád című film a ma emberének. Eltelt 30 év, és kell beszélni az ilyen történésekről, a rendszerváltásról, hogy ez hogy zajlott. Erről a rendszerváltás közeli őrületes vulkánkitörésről, ami majdnem az lett, és aztán mégsem. Azt megmutatni, hogy micsoda őrületesen nehéz feladat volt kivezetni ezt az országot valahonnan. Kell látni azt a mostani gimnazistáknak, hogy az apáik én mit csináltam. És ezen keresztül mit gondoltunk akkor a világról, mi minden történt velünk, és mit gondolunk most. Egy történelmi film kapcsán mindig felvetődik a kérdés. Szomorú, hogy, de az. Az így van a fiatalságomban. És hogy mennyire hiteles. Hiszen mindannyian, Tibor is mondja, hogy máshogy emlékszünk rá, mindenki máshogy emlékszik. Én is ott voltam, láttam, nem tudtam átmenni, tüntettem innen, onnan, jobbról, balról. De mit csinál ilyenkor a producer, vagy mit csinál az író, hogy megfelelőképpen legyen hiteles? Mi a megfelelő, az is a kérdés. Először is azért szögezzük le, ez egy játékfilm, tehát azért ez egy fikciós film, rengeteg fikciós elemmel, de az alapja, a mondat az igaz. Tehát rengeteg olyan, ugye a magánéleti szál az úgy, ahogy van fikció. Nem voltunk ott, amikor a vasárnapi ebédet költötték el a családdal, nem voltunk ott, amikor a kórházi szobában a gyerekekkel, feleségével beszélgetett, tehát ez úgy, ahogy van, ez kitaláció. A helyzet is annyi tény belőle, hogy az Antall a kórházban feküdt egy ágyban. De ezen túl a közéleti politikai mondatok, azok gyakorlatilag kivétel nélkül elhangzottak. Sok szemrehányást és kritikát kaptunk azért például, hogy az oroszokkal történő tárgyaláson a Gorbacsovnak a szemét dicséri, hogy mosolyog mindig a szemé, és innét tudja, hogy jó ember, mondja Göncz. Elhangzott. Tehát az Antall leírja az emlékirataiban, és visszaemlékezéseiben is mesélte a Kónyának, hogy igen, ez elhangzott. Tehát ezek a mondatok lehet, hogy nem pont akkor, nem abban a helyzetben, de hitelesek és elhangzottak. Csak egy példát mondok, a Göncz például nem ment be meglátogatni az Antallt a kórházba. Tehát ez kitaláció. Viszont az a beszélgetés, az egész akkori viszonyukat, amikor már komolyan megromlott a viszonyuka, akkor ezt már tükrözi. Tehát lehet, hogy nem ment be, de maga a mondat, amit ez a jelenet el akar mondani, az valóság és igaz. Rengeteg kutató munka, borzasztó mennyiségű beszélgetés, tehát a Köbli Norbi hihetetlen mennyiségű anyagot tanulmányozott át, olvasott el. Szerintem nincs a taxis blokkád környékének olyan irodalmi és politikai forrása, amivel ő ne találkozott volna és ne olvasott volna. Ildikó, te hogyan közelítettél Antall József feleségének a megformálásához? Milyen jellemvonásait emelt? Igazából, amit a Tamás is elmondott, ez olyan szempontból volt tulajdonképpen nehéz is, meg egyszerre könnyű is, hogy a Klára asszony nem is volt egy közéleti személyiség, lehet, hogy esetleg törekedett volna arra, vagy szerette volna, hogy egy picit jobban reflektorfénybe. Igen, úgy a first lady-ségenek még úgy nem volt hagyománya, vagy nem is tudom. És igazából olvastam én is interjúkat, beszélgetéseket, tehát az ember próbál készülni, vagy ismereteket szerezni, de a forgatókönyv volt nekem tulajdonképpen a legnagyobb támaszom, és egész egyszerűen, mivel a magánéleti szál egy nagyon fontos szál, főleg a visszaemlékezések is, de a jelenidejű szál is, mert gazdagítja az egész személyiségnek a sokszínűségét, de én nekem tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szituáció helyesen kellett viselkednem ebben a történetben. Annyira a kulőrlokája, annyira fantasztikusan meg volt teremtve a díszlettel, a berendezéssel, a ruhákkal és a többi, hogy tehát nekem igazából ennyi, ez volt a feladatom, hogy érzékenyen vegyek részt. Bocsáss meg, Judit, hogy én amikor mentem a forgatásom, én is játszom benne egy szerepet. Kónya Ibrát játszom, és majd erről is mondj egy-két mondatot, ne szerénykedj. De hogy mentem a forgatásra reggel, és nem az enyém volt az első jelent, viszont jött vissza a Göncz Árpádos jelenetből a főszereplő, és én a kávémat szopogattam még talán ilyen félhomály volt, sötét, és egyszer csak eljött mellettem Göncz Árpád, és nem hittem el, hogy Göncz Árpád jött el mellettem, mert annyira zseniális voltam, még a bicegése vagy az a billegő járása is az volt, és mondom, ez ki volt ez a színész? Hogy ez a Göncz volt, nem a Göncz volt, ez voltál te. Igen. És egyszerűen most nagyon sokan leborulnak, meg és én is leborulok előtted. Jó, köszönöm szépen, így csak egy apró zárójeles történet, hogy az Országházban, amikor forgattunk, megkérdeztem, hogy megnézhetnénk-e a koronát, és a két korona őrkörül az egyik egy idősebb volt, és amikor bementem, vigyázba állt. Tehát, hogy mennyire. Igen, mennyire. Hogy mondjam, igazából, hogy már a beszélgetés elején elmondtam, ugye ő mindenben kontrázott. Ugye a film is kicsit ezt mutatja, mert ugye ez volt. Hát ez volt, ő kontrázott, nem írt alá, tudjuk, fontos törvényjavaslatokat, és itt is ugye olyan oldalra állt, amit ő ugye pozitív, ő mindig, neki nagyon fontos volt, hogy őt szeressék. Ezt tudtam, ez volt a kiindulási alapom, hogy Árpi bácsi, és hogy ő nagyon népszerű, a legnépszerűbb politikus volt, még a 2000-es évek elején is ott volt az első, amikor már nem is volt pozícióban, és akkor én innen közelítettem meg őt. A külsőséget arról én nem tehetek, azt a fodrászok és a sminkesek. Meg a jóisten. És meg amiben nagyon boldog vagyok, hanem az ő karakterét megfogni, hogy ő tényleg egy író ember, egy játékos ember volt, Antall Józsefhez képest mindenképpen, és így hát ez sikerült belőle. Hát remélem. Nagyon jól sikerült, és köszönjük szépen. És valamit azért te is mondja te karakteredről, hogy neked milyen élmény volt, röviden, mert az idő. Én megnéztem a Kónya Pető vitát, és nagyon jól sikerült a maszkom. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzá. Köszönjük a meghívást. Mától tehát a muzikban láthatják a Blokád című új magyar filmet.